Október 5-én 35 éve működő Tüskei Madárvártánál várták a civil szervezet tagjai a város lakóit, akiket előbb körbe kalauzoltak az idén júniusban átadott természettudományi bemutatótermükben, aztán megtanították nekik azt, hogy miként lehet a spektívet és a távcsövet használni. A rendezvényre több szülő is elhozta a gyermekét. Szeretnék átadni neki a természet szeretetét, a szülei is nagyon szeretik a madarakat, szeretnénk, hogy minél korábban megismerje mindent, ami csak lehet a madarakkal kapcsolatban. Miután kellő ismeretekkel felvérteződtek az érdeklődők, terepi gyakorlatra invitálták őket. A horgásztó melletti vizes élőhelyen a madarászok már reggel kifeszítették a hálóikat, amikbe aztán néhány óra alatt több szárnyas is belerepült. Többek között egy kis fakopáncs és egy jégmadár is beleakadt a hálóba. Ő egy jégmadár, ő itt a vízpartok környékén költ és él, kisebb vízi halakkal táplálkozik, illetve itt is költ, főleg partfalakban, ilyen kisebb méretű partfalban és ilyen üregekben, és egy roppant látványos kismadár. A befogott madarakat aztán a madárvártára vitték, ahol megvizsgálták őket, felvették az adataikat, meggyűrűzték a lábukat, végül elengedték. Előtte azonban a felnőtteknek és a gyerekeknek ismertették a fajtájukat és jellemzőiket. Beszéltek az élőhelyükről, illetve a táplálkozásukról, valamint a költésükről. A mai napot egy jeles nap, a madár megfigyelő napnak hívják, világnapnak is hívják. Valójában csak Európában van ez a program. Több mint 10 éven megy már, Magyarország is ehhez csatlakozott, és egy verseny van az országok között, hogy hol volt legtöbb látogató, hol láttak a legtöbb madarat, és legtöbb helyen voltak az európai országok közül, amire büszkék lehetünk, Magyarország mindig a dobósok között van minden szinten. Vasárnap a békatavak gazdag vízi és vízparti madárvilágából kaptak ízelítőt azok, akik ellátogattak oda. Igazi kuriózumokat, például kanalasgémet és rétisasokat is láthattak az érdeklődők.